Sziasztok! Most ebben a videóban a másra hangzó törvényeket fogjuk megtanulni, és az első másra hangzó törvény a tehát mással hangzó törvény. Törvények. Igen. És abból van még. Tehát a első az a részleges hasonlulás, aminek két fajtája van, az öngészség szerinti és a képzéshelye helye szerinti. Az öngészség szerint például a fűzva, és azért, mert ugye a Z-t S-nek ejtjük, tehát Z-vel írjuk, de kimondásban úgy, hogy úgy mondjuk, hogy fűzva. És ezt ide is leírom. Fűzfa. Tehát ez az egy példa, tehát ez például ez, és a képzés helye szerinti rá például a bárányt mert úgy fogjuk mondani, hogy bárányt. Tehát itt az eny, és tehát az enyből eny ki lesz, ezt ide fel is írom, de ez nem biztos, tehát ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy rossz, de nagy valószínűséggel jó, és az NG, az pedig NT-re változik át. Aztán jön az írásban jelöletlen teljes hasonlulás. Igen. Az például tehát az éljen, és tehát úgy értjük, hogy ilyen, de nem úgy írjuk. Tehát ez írásban jelöletlen teljes hasonlulás. Tehát még egyszer, hogy ezt írásban nem jelöljük, ahogy kimondjuk. Tehát nem jelöljük két J-vel, csak egyel. Most akkor folytassuk, és jöjjön az írásban jelölt teljes hasonlulás. Tehát ez az előzőnek az ellentétje. Most húzok két vonalat. Tehát névszók val
V, pirossal, aranyjal. Tehát ezt úgy írjuk le, tulajdonképpen, ahogy kiejtjük. Tehát ezért írásba jelölt, mert írásba is ugyanúgy jelöljük, ahogy mondjuk. És például van az, ez, toldalék, és akkor kijön, tehát például, hogy azzal, ezzel, és akkor igen, ebben akkor. Tehát így, tehát ezt is írásban ugyanúgy jelöljük, ahogy mondjuk. És meg az S, S, Z, Z, végű igék, tehát plusz J-vel kezdődő toldalékok. Igen, és például nézzük. Tehát ez is az írásban jelölt teljes hasonlóláshoz tartozik. Akkor menjünk tovább, és jöjjön a következő másra hangzó törvény, az pedig nem más, mint az összeolvadás. Igen. És annak az a definíciója, hogy két külön böző mással hangzó ki ejtésekor egy harmadik hosszú mással hangzóra olvad össze. Tehát ez azt jelenti, hogy például barátság, tehát azt le is írjuk, hogy barátság, és akkor az egy csíből lesz két csí, tehát ez így fog kinézni, hogy barátság. És akkor még téma, példa, téma, szabadság, és akkor az pedig szabadság. Megint itt a csébetű hosszabbodott meg a következő máshangzó törvényre, és az pedig a mással van, mással han
rövidülés. Igen. Például jobbra, akkor azt kiejtésbe úgy ejtjük, hogy jobbra, tehát csak egy B-vel, és még egy, hogy gajról, és csak egy ellipszilonosít ejtünk, tehát gajról. És az utolsó mellse hangzó törvényünk a mással hangzó kiesés, és az az, hogy mindig kiesik egy. Tehát a definíciója: három darab külön böző mása hangzó esetén nem. Három darab különböző más a hangzó az esetén nem jó. Áll egymás mellett, akkor kiejtéskor a középsőt nem ejtjük. Kiejtéskor a középsőt nem ejtjük. Így van. És akkor egy pár példa, egy-két példával. Tehát például itt van, hogy most te már, akkor ott a középsőt nem ejtjük, tehát most már. És van a mindjárt, ott meg mindjárt. Tehát itt a most márnál a tét nem ejtjük, és a mindjártnál a dét nem ejtjük.